Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Balaton györökön. Mondjuk el az ómnám mantrát közösen hétszer. Szépen. A hely jellegzetessége, hogy a gong visszhangozza a mantrát, ahogy hallod. És most az elmédnek a visszhangjára vagyok kíváncsi. Mi ez? Az elméd általában erre rávágja, hogy hang. Egy tálharang hangja. Megcímezzük az érzékszervi hatásokat, a gondolatokat összekapcsoljuk, az összekapcsolódásból egy narratíva születik, és ezt elhisszük. Ez az illúzióvilág. Amennyiben elhiszed az illúzióvilágot, Annyiban szenvedsz és szenvedhetsz. Ha tudod, hogy a harang nem mondja, hogy harang vagyok, ha tudod, hogy a hang nem mondja, hogy hang vagyok, akkor tudod, hogy ennek a tárgynak mi a valódi természete. Semmi más, mint ez. az ember gondolkodik. Nem tud nem gondolkodni, részben ettől is ember, de nem csak ettől ember. Attól is ember, hogyha meg tudja haladni a saját gondolkodását, érzelmeit, összes dualitását. Ha nem tudjuk, hogy mit tesszük hozzá a világhoz, hogy harang és hang, akkor azt hisszük, hogy ez az egész rajtunk kívül objektíve létezik, Uram, bocsánat, nem tudunk rajta változtatni. Érdekes módon a valóság természetének belátása azzal jár, hogy visszanyerjük eredeti természetünket, eredeti teremtőképességünket, és meglátjuk az alapokat. A zen mindig az alapokhoz tér vissza. Ezért hívják a zen szellemet a kezdők szellemének. Néha megkérdeznek engem, Sunim, milyen gyorsan lehet a zen útján haladni? És akkor visszakérdezek, hova szeretnél menni? Hát az itt és mostba szeretnék menni, mondja a jól művelt kezdő tanítvány. És akkor már tudjátok a viszont kérdést, miért beszélsz haladásról, hogyha ide és a mostba szeretnél visszaérkezni? Tehát állandó visszaérkezésről van szó, állandó kezdésről van szó, és nem arról, hogy te egy új, kisúvikszolt énséget érnél el, amit aztán büszkén lobogtatnál valahol. Hát honnan jön a harang hangja? Ehhez már a budhát és ánandát hívom segítségül, páran már hallottátok a történetet, de jó páron még nem. Érdemes végigmenni ezen, mert a buddha és a pátriárkák nagyon-nagyon szisztematikusak voltak, de nem csak rendszerből tanítottak. Abból is tanítottak, amely túl van a rendszeren, amely a rendszert alkotja és látja, és ha kell, módosítja. Úgyhogy jöjjön az a kuan, amely a harang hangjáról szól. Harmadik történet. Egy napon, miközben a templom nagy harangját kongatták, a Budha megkérdezte Ánandát: Ánanda, honnan jön a harang hangja? A harangból, felelte Ánanda. A harangból? kérdezte vissza a buddha. De ha nem lenne ütő, hogyan adná ki a hangot? Ánanda sietve javította korábbi kijelentését. Az ütőből, az ütőből! Az ütőből? Kérdezte újra a butha. De ha nem lenne levegő, hogyan jutna el a hang idáig? Tényleg? Hát persze, a levegőből jön. A levegőből. De ha nem lenne füled, hogyan hallanád a hangot? Igen, igen, szükségem van a fülemre, hogy halljam. Tehát a fülemből jön? A füledből? Ha nem lenne hallásod, hogyan fognád fel a harang hangját? A hallásom által keletkezik a hang. Ánanda, ha nem lenne tudatod, hogyan észlelnéd, hogy hallod a harang hangját? Mire Ánanda így felállt? A tudat teremtette. Kérdések, mindent a tudat teremt, ez helyes? Honnan jött a harang hangja? Ha nincs tudatod, hová tűnik a harang hangja? Szóval, hölgyeim és uraim, honnan jött a harang hangja? Ki tudja? Na ez a házi feladat. Miközben terítesz, mosogatsz, takarítasz, valamilyen hangot adsz, vagy éppen hangot hallasz, honnan jön az a hang? ha felismered, hogy honnan jön a hang, akkor felismered a világegyetem természetét, és eljutsz igazi önvalódhoz. Ha nem, akkor az elme és mások elméjének az illúziójában rángatózol. Forogsz. Panaszkodsz. Erőlködsz. Az eredeti tudat nem mozdul. Az eredeti tudat fényes és tiszta. Nincs élete és nincs halála. Mégis jelen való, és átéli bennünk az életet és a halált. Ha azt mondod, hogy azonos vagy vele, hiba. Ha azt mondod, különböző tőle, az is hiba. Ahogy egy régi nagymestert megkérdezték, igaz természetünk velünk együtt szenvede, és azt mondta erre Pajcsang Zemmester, belép velünk a lét és halál körforgásába, de nem szenved velünk együtt. Ez az első nagy zen paradoxon, hogy a tükör Miközben mutatja a tárgyát, azonos vele, vagy különböző? Ha azt mondod, azonos, hiba, különböző, az is hiba. Azonosság esetén a fürdőszoba tükrötben ott maradna az arcod, miközben te már elmentél dolgozni. És így visszanézel a fürdőszoba rés és még a tükörben ott vagyok én, mert a tükör azonosult a tárgyával. Ha pedig radikálisan különböző lenne a tükör az arcodtól, akkor nem mutatná nem tudná fölvenni azt a képet, ami te vagy. Nézd meg, hogy az elme mennyire alkalmatlan az alapvető tanítások befogadására. A duális gondolkodással mennyire csak az érzékszervi világot tudod címezni, elemezni, szorozni, osztani, intézni, de hogyha az elme működését meg akarod haladni, a gondolkodás az nem segít. A megértéssel nem sokra jutsz. Jutsz valameddig, de a tapasztalás az elsődleges, és a gondolkodás az pedig csak az árnyéka. Úgyhogy a zen az a cselekedetek útja, és a nem cselekedet útja. Amikor nem cselekszel, akkor nem mozdulsz, itt vagy a mozdulatlan testtel, mozdulatlan hanggal, per beszéddel, és a mozdulatlan tudattal. Tehát, ha megnézed a harang példáját, és megnézed az életviteledet, akkor rájössz arra, hogy a világot nagy részt bejelentésekből és hírekből ismered, nem pedig közvetlen tapasztalásból. És hogyha a bejelentéseket, a híreket és a másodlagos értesüléseket, amiket mondjuk a képernyődről olvasol, kicsi vagy nagy képernyő legyen az, nem tudod megkülönböztetni a valóságtól, akkor az állandó zavar és kergesség és rossz esetben őrület állapotában vagy. A zen nagyon világosan megkülönbözteti, a tudat nyolc szintű működését, legyen az testtudatosság, szem, fül, orr, nyelv, test, mint tapintás, illetve a lélek tudatosság, amely többek között a kognitív gondolkodás, megkülönböztető gondolkodás és emlékező gondolkodás, valamint az érzelmek ugyanilyen típusú működése. És az elme az a 6-os, 7-es, 8-as együtt. A fogalomalkotó gondolkodás, amikor ezt elneveztem ütőnek, a megkülönböztető gondolkodás, amikor azt mondom, hogy ez az ütő más, mint az embot, és az emlékező gondolkodás, hogy ja, hát ezt már láttam a kezében tavaly is, akkor is ugyanilyen göcsörtös volt. Tehát az emlékező, megkülönböztető és fogalomalkotó gondolkodás az teremti ezeket a címkéket, kategóriákat, és elemez, és kategorizál, és gyűjt, és megkülönböztet és néha ítél, és néha elvész a múltban, elvész a jövőben, elvész a jelenben, és véleményt alkot, és én csinál, és mást csinál, és ez mind az elmének a terméke. Szungszánszúnyim tanította, ha gondolkodsz, a te tudatod és az én tudatom különállóak. Ha nem gondolkodsz, a te tudatod és az én tudatom egyé válik. Minden, amit hallottál most a harang példáról, az elme működéséről, a test és a lélek kapcsolatáról, a valóság felcímkézett, bejelentett virtuális mi voltáról, az ebben a mondatban, amit hallottál idézve, benne van. Tehát az en meditáció azért ilyen elképesztően egyszerű és tiszta, és látszólag nem történik benne semmi, hogy az elmédnek a működését tisztáláláld és leválaszd a tükrödről. Amíg az elme működésed letakarja, az önvaló tükrét, addig az a tükör törik, szakad, torzul, hullámosodik, rések vannak benne, hegyek vannak rajta, és minden csinál csak nem mutatja a valóságot tisztán úgy, ahogy van, ahogy most mondjuk hallod ezt a hangot, gondolkodás nélkül éppen ilyennek. Tehát a valóság a zen tükrében, a tiszta tudatot tükrében éppen ilyen. Mondhatod azt magyarul, hogy a harang hangja, vagy angolul the sound of the ball, the small bell. Koreaiul csongi szori. A csongi az a harang. Tehát nagyon sokféleképpen lehet ezt kifejezni, de egyik sem egyenlő a tapasztalattal magával. Ha itt Európában és úgy a föld nyugati féltekén a gondolkodást és a cselekvést meg tudjuk különböztetni, a beszédet és a tapasztalatot meg tudjuk különböztetni, akkor már elkezdtünk a helyes irányba menni. Akkor már nem azonosítjuk az elménk működését, dualisztikus gondolkodását, múltban való elveszését magunkkal. És le tudjuk hántani az illúziókat a valóságról. Hol mutatkozik meg ez nagyon-nagyon? késhegyre kiélezetten. Hát bizony az emberi kapcsolatainkban. A párkapcsolat, a családi kapcsolat, a csoportban lévő kapcsolat bizony, ha illúzióktól terhelt, akkor veszed észre, hogy nem úgy látod a másikat, ahogy van, és ő se úgy lát téged, ahogy vagy. Felcímkézitek egymást, kivetítetek tartalmakat egymásra, azt hiszed, hogy ő olyan, de közben nem illetve ő felcímkész téged, és olyan dolgokat gondol rólad, hogy megáll az ész, hiszen évek óta ismered, de mégis, mert az elméje abban a pillanatban azt a hálót dobta rád. És te visszadobod, mert neked igazad van. A másiknak is igaza van. És amikor a projekciókban elkezdünk hinni, akkor az igazságunk lerombolja a boldogságunkat. Mert az az igazság nem igazság, csak azt hisszük, azt akarjuk, sőt, be is vassaljuk a másikon, hogy te ilyennek kell, hogy légy, mert én ilyennek látlak, ilyennek gondollak. És innentől kezdve nem csak a tiszta tudat nemes, de néha absztraktnak tűnő elérése a zen útja. Bizony, a helyzetünk, kapcsolatunk és együttműködésünk megtisztítása a tiszta tudat gyakorlása. És ezért van az ennek a, a látszólagos eszköztelensége ellenére elképesztően sokoldalú értelme, sokféle működése, mert minden pillanatban, ha a tudatod tiszta, akkor helyesen beszélsz, helyesen cselekszel, helyesen ismersz föl, helyesen kapcsolódsz, helyesen működsz, és a többi. Onnan tudod, hogy helyes, hogy zajmentes, projekciómentes. Nem cseréled össze azt a mondatot, hogy a harang hangja ezzel. Tudod, hogy a kettő egymásra vonatkozik. Egymást jelöli a magyar kultúrában, de nem ugyanaz. Ha ugyanaz lenne, akkor az étlapot ennénk meg az étteremben. A receptet vennénk be a gyógyszer helyett, a térképen túráznánk a táj helyett, és a személyi igazolványoddal azonosítanád önmagad. Ennyire komoly a valóság és az illúzió közötti különbség. És most, mielőtt kérdéseket fogadok, Nézd meg, hogy a legutóbbi, már a lelkiismeretedben egy ilyen égő fákjaként lévő hiba, amiről tudod, hogy te követted el, az honnan jött? Hogy követted el? Mit azonosítottál mivel? Hol nem működött a helyes megkülönböztető tudatosságod? Hol nem választottad el az illúziót a valóságtól? Hol nem láttad az emberi kapcsolataidat úgy, ahogy az tényleg van? és nem úgy, ahogy te szeretted volna, ahogy te befestetted. Úgyhogy az gyakorlata pontosan ezt jelenti, hogy a tiszta tudat tükrében a helyzetünk, a kapcsolatunk és az együttműködésünk per cselekedetünk nagyon jól látszik. És itt van a mi házi feladatunk, és nem is kevés. Kinek van kérdése? Egy olyan 6-7 évvel ezelőtt egy ilyen spontán spirituális nyugalomra leltem, Nagyon elég feszült élethelyzet volt, sok volt a munka. Hirtelen ez a nagy nyomás és fájdalom, stressz így, így kipattant és eltűnt, és egy ilyen végtelen nyugalmat éreztem. Ez tartott másfél hónapig, aztán újra beegósodtam. És itt a kérdés az az, hogy amikor a gyerek elesik a bicikliével, anyuka, oda megy és leporolja, hogy menjél tovább, fiam. Ugyanez a az ennek is az útja, hogy ha esetleg eltéveztem a célt, leporolom magam, megyek tovább, vagy meg kell látnom előbb valamit. Állj föl és menj tovább a helyes irányban. Van egy ilyen mondás, hétszer elesel, nyolcszor állj föl. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Mi a különbség a rendszeres, például meditációs gyakorlat és a gyakorlattól függés között? Milyen gyakran szoktál fésülködni? Hetente. Hetente? Mint én gyerekkoromban. Füksz a fésüte? Hát egy idő után muszáj lesz megfésülködnem, úgyhogy. De függsz a fésüte? Hát igen. Tehát keresed, hogy úristen, hol a fésőm? Itt a kis kedves fésőm. Eltettem-e? Nálam van-e? Mert hogyha nincs nálam, nem érzem magam biztonságban. Jó, van igen. ilyen? Nem. Örülök használd a fésűt, és ne függj a fésűtől. Az en gyakorlat ugyanezt. Használd az en gyakorlatot, és ne függj a formájától. Ebben a világban mindenki függ. Van, aki kórosan függ, mert a társadalom helyesen fölismeri, hogy aki Hát maga tehetetlenné válik a függései következtében, az segítségre szorul, és különböző intézmények segítenek azoknak, akik a függésük következtében maga tehetetlenné, önpusztítóvá, társadalompusztítóvá válnak. Ezek a függések az úgynevezett destruktív vagy non-kreatív függések. Aztán vannak a passzív vagy semleges függések, egy ember elhatározza, hogy neki elege van, minimálisat keres, minimálisat költ. És bezárja magát a lakásába, és lehető legjobban elszigeteli magát a világtól. És ilyen nagyon sok van. Ez a passzív függés, ez leválasztódás a társadalomról, de még mindig kell lélegezni, enni, inni, aludni. De aktív függés már is, mert nem akarja kialakítani. És utána vannak a kreatívak, akik azt mondják, hogy igen, felismerjük, hogy az emberi lét az függő viszony a tökéletlenség és a múlandóság mellett és innentől kezdve megválasztom, hogy kitől és mitől szeretnék függeni. És itt a titok. Válaszd meg, hogy kitől és mitől szeretnél függeni, ha jól csináltad, harmonikus az életed, és előre megy. Ha nem jól választ, az nem megy előre, hanem hátra megy, vagy szétesik, vagy felrobban. Ha ilyenek következnek akkor tudod, hogy a függő viszonyaidat rosszul választottad meg. Jó, köszönöm szépen. Szívesen. Ha elhangzott, hogy projekció mentes mit jelent az, hogy projekciómentes? Ez a kasa milyen színű? Bordós, piros. Bordó, piros. Ez egy színfelismerés. Helyes. Ez a kasa jó vagy rossz? Azt nem tudom. Akkor nincs projekció. Általában az elme működése, ahogy mondtam, ebből a három nagy területből áll, fogalomalkotás, megkülönböztetés, emlékezés. A fogalomalkotást és így a jelenségek megcímzését azt egy bocsánatos projekciónak szoktuk mondani, ugyanis anélkül nem tudnánk kommunikálni. Ha én ezt nem címzem meg a magyar kultúrkörben piros színnel, akkor egészen lehetetlen lenne, hogy kommunikáljunk. Viszont a második tudatréteg, amikor megkérdeztem tőled, hogy ez jó vagy rossz, az rámondhatta volna, hogy ez szép, vagy nem szép, vagy nem annyira szép, mint a barna. Vagy a zöld, vagy a kék. Na ez már projekció, mert a saját ideádat rávetíted. Ennek a kasának semmilyen tudatossága nincs, hogy ő jobb vagy rosszabb másnál. Ezt az ember gyártotta le. Hogy egy másik ember nálam jobb vagy rosszabb. Az, hogy a tulajdonságaink különböznek, az nem jelenti azt, hogy jobb, jobb vagy rosszabb, mint én. Nézd meg. És a harmadik az lenne, hogy hát nem ilyet láttam rajtad tavaly ilyenkor a múltba való veszés az, hogy ezt azért nem tudja elfogadni, mert ez más volt egy vagy két évvel ezelőtt. Tehát a megkülönböztetésből levő ítéletalkotás, ez a projekció egyik legvastagabb rétege. A másik hasonlóan vastag rétege, amikor a múltal, vagy uram, bocsánat, a jövővel hasonlítod össze. És ekkor nem látod az illetőt se tisztán. A jelenséget sem tisztán. Nézd meg a legutóbbi vitádat, ami a bármikor a közelmúltban történt bárkivel. Mikor állt le az a vita? Akkor áll le, amikor megszűnünk projektálni. Tehát visszaérünk egy olyan típusú valóság élménybe, hogy az ég kék. Hurrá! Az ég kék. És akkor ebben megegyeztünk, elment a vita. De általában a vita akkor kezdődik, amikor te jónak, rossznak, helyesnek, helytelennek gondolsz valamit, és a tapasztalat az nincs meg. A közös tapasztalat az kioltja a projekciót kioltja a dualitásokat. Marad a tiszta tükrözés, ebben viszont az elmeműködéshez ragaszkodó humanoidok nagyon nehezen egyeznek meg. És ezért néz ki a világ így, ahogy kinéz. Tehát nézd meg azt, hogy min vitatkozunk most, mint emberiség. Tehát olyan dolgokon vitatkozunk, mint a gyermekek az égőházban, amikor egymás ruháját így csipkedik, meg tépkedik egymás főcimpáját az égőházban, körülbelül így néz ki ahelyett, hogy rájönnénk, hogy hát ezt a házat el kéne oltani, különben ránk fog égni, úgy, ahogy van. Úgyhogy ezért nagyon jó a kérdésed, és ezért a tiszta tükrözés és a projekció között egy világnyi különbség van, sőt, élet és halál kérdése. Köszönöm. Szívesen. Honnan tudjuk felismerni, hogy egy érzelem az valódi, vagy illúzórikus, vagy az érzelem maga az illúzió része? Tényleg szomorú vagy, vagy csak én látlak annak? Én most csak nagyon fáradt vagyok. Na látod. Tehát amikor érzelmekről beszélünk, akkor nagyon könnyen összetévesztjük a fáradtságot a szomorúsággal. Ilyenkor az a jó, hogyha megkérdezed a másikat, hogy hogy érzed magad, és azt nézed, hogy honnan jön a válasza, és nem szükségszerűen hiszed el azt, amit mond, csak tudomásul veszed a jelenlétét. Na most a jelenlét, figyelem, és szeretet, ezek össze vannak kapcsolva, ezek édes testvérek. Tehát, hogyha nincs figyelem, akkor nem tudom a másikat érzékelni, nem tudom az érzelmeit tudomásul venni, sőt, nem tudom viszonozni sem, mert nem vagyok jelen. Jelenlét, figyelem, és szeretet, vagy egyéb típusú érzelmi kapcsolat. Tehát a legmagasabb rendű, amit az ember ki tud találni magának és másnak, az mondjuk a szeretet. Ennél jobbat nem tudunk. Éppen elég nehéz dió ez már nem csak 2000 éve, több ezer éve. Úgyhogy pihent ki magad, légy erős, és tiszta tudattal sugározz olyan érzelmet a világra, amelyet te is szeretnél, hogy kapjál. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Az lenne a kérdésem, hogy azt mondtad a valamelyik előadásodban, hogy olyan gyermek születik le hozzánk, akit megérdemlünk. Jól emlékszem? Jó. Most a kérdés a következő. Ha valakinek egészségügyi probléma miatt meg kellett szakítani a terhességet, akkor ez azt jelenti, hogy nem érdemelte meg, vagy túl sokat gondolok bele? Túl sokat gondolsz bele. Aha, tehát akkor... Arról szólt a mondat, hogy megszületett a gyermek. És akkor látod azt előbb-utóbb, hogy miért született hozzád. Hát az első száz én nagyon kívánom, hogy mindenki, aki egy picit is szellemiséggel foglalkozott, vagy az útonjárással, a gyermek, születése utáni első száz nap az egy teljes elvonulás legyen. A maga sírós, felkelős, pelenkacserélős, szoptatós, védő, beszerző, mindenféle aspektusában, és egy teljes koncentráció arra, hogy éppen mi történik most a gyermek születése következtében. Miért? Száz nap, egy év, három év. Ez a három szakasz a legformatívabb időszak egy gyermek életében, utána is mindenre szüksége van, ami szeretett nevelés, tanulás, tapasztalás, a többi. De ha ezt a három szakaszt nem csináljuk jól, a gyermeket nem neveljük rendesen, és később ez megbosszulja magát. Nem a gyerek, a kihagyás, a hanyagság, a nem odafigyelés, ez. Ha ez a szakasz megvan, akkor kiderül, hogy miért született hozzád a gyerek, ideje korán, mielőtt a gyerek behajtaná rajtad azt, hogy ezt te nem derítetted ki, mielőtt tínédzser lett. Mert akkor már tényleg később akargatni a fejedet, amíg szépen a fejlődés, azt mondom, szelídebb szakaszain az a kisdet végig megy, addig kell belül nagyon sokat dolgozni, hogy miért született hozzád. Mi a közös dolgotok? Közeli karma vagy távoli? Hosszú időt fogtok együtt tölteni, vagy rövidet? Ki fog többet tanítani? Ő tanít téged többet, vagy te tanítod őt többet? Tehát ezeket belül nagyon szépen meg kell látni ahhoz, hogy egy, azt mondom, gyümölcsöző gyermeknevelés legyen ebből. És a gyümölcsözés, hogy én és uraim, nem az, hogy majd a gyerek az álmaidat beteljesíti, mert pont azt fogja tönkre zúzni. Az összes álmodat úgy, ahogy van. Tehát ha látod azt, hogy miért született hozzád, akkor azt is látod, hogy hogyan segítheted őt az útján. És ha segíted az útján önállósodni, az nem az elszakadás, hanem a helyének a meglelése a világban. Ezt meg fogja köszönni. Hogyha terhesség megszakítás volt, akkor ez mind-mind nem következett be. És akkor a léleknek egy új testet kell találnia, és újra meg fog születni, vagy hozzád, vagy máshoz. Jó? Szívesen. Az a kérdésem, hogy én azt érzékelem, hogy te okos vagy, intelligens vagy, és tapasztalt vagy, és bölcs vagy. És azt szeretném megkérdezni. Veszélyes? Ez, veszélyes. ez a te dolgod, te karmád. Az én kérdésem az ezzel kapcsolatban, hogy vajon ez segít-e abban, hogy az ember megtisztítsa a tudatát, hogy beérkezzen, hogy haladjon, hogy fejlődjön? Nem ez segít. Az én okosságom, ami nem az, ilyen hevenyészet ismeretek gyűjteménye, a tapasztalat, ami ugyan pár évtized, de ahhoz, hogy te tényleg kimunkálj egy inkarnációt, bőven nem elég, nem ez segít. Az segít, ha te tisztában látsz. Az segít, ha te gyakorolsz. Az segít, ha te letisztulsz, és elnyered azt a szellemi autonómiát, amely mindegyikünknek lehetősége. Nem én segítek neked. A tanítás segít neked, ha önállóan jársz az úton. Egyébként nem. Akármilyen színű kasában, akármilyen tanító ülne itt, nem fog segíteni neked, ha te nem cselekszel, ha te nem gyakorolsz. Értem, köszönöm. Szívesen. A kérdésemre még sem érzem, hogy kaptam volna választ. Nem is fogsz. Köszönöm. Szívesen. Akkor abba hagyom. Jól tetted. Egyéb kérdés? A családi karma lenne igazából. Tehát kérdezném azt, hogy például az én nagymamám majd megint később, majd mondjuk 200 év múlva ugyanebben a körbe fog megszületni, meg én is majd valahova. Tehát, hogy, hogy ez egy ennyire megy, nem lehet az, hogy én véletlenül máshova fogok születni, egy más országba, más kultúrkörbe, hogy ez hogyan működik igazából. Meddig maradsz egy moziteremben? Amíg tart a, ha jó a film, akkor amíg tart a film. Jó, hogyha vége az előadásnak, vagy érdektelen a film, nagyon fontos, akkor kimész a terembe. Egy családi karma ugyanilyen. Tehát amíg te neked dolgod van egy családban, addig te rövid vagy hosszú távon, de ugyanoda, illetve ugyanolyan típusú családokba fogsz újra születni, mert nem különböző azonosító címkéket követünk, hanem mintázatokat követünk. És a mintázatok, Belül és kívül ez a karma összessége. Typosz, görögül típus, magyarul. Ha nagymamának lejárt a karmája a családban, mert annyira más lett, mint a többi, akkor ő már nem ugyanannak a tortának egy újabb szelete, és amikor megszületik, kitűzik rá a gyertyát, hogy légy üdvözölve, és meggyújtják, te vagy a legfrissebb, egyéves lettél, szeretünk. Oké? Okay? Akkor kimegy és kiinkarnálódik a családba. Ugyanez, akinek a mintázata olyanná evolvált korábbi életei során, hogy beleszületik a családba, az beszületik hozzátok. És hogyha vannak gyakorlók, akkor látják azt, hogy ki az, aki folyamatosan életről életre jelen van, és ki az, aki újonnan jött. És nincs megkülönböztetés a kettő közt. Mert hogyha oda jött, ott van dolga. Ha ott maradt, ott van dolga. Nagyon sokan kérdezik, hogy Szunyim, hát most hirtelen az elmúlt száz évben megduplázódott az emberiség. Honnan jött ez a sok-sok lélek? És erre azt kell mondanom, teljesen mindegy. Emberi testben emberi lelkek születtek le, akármilyen karmával, hajónak, harosznak látott, ha szörnyűnek, ha csodálatosnak, emberi karmával születtek le, tehát egymáshoz születünk, erre a földre, dolgunk van egymással, jó esetben segítjük egymást, rossz esetben elpusztítjuk egymást. Nem kérdés, hogy honnan jöttünk, azaz föllettelni, de teljesen haszontalan. Hány cikluson keresztül vagyunk itt a földön, az is teljesen haszontalan. Amíg akár egyetlen ember szenved, az avidjá, a nem látás börtönében, és ezáltal kabzsiságot és haragot zúdít a világra, addig jöjjek én vissza tanítani, segíteni az emberiséget. Ezt nem én mondtam, ezt őszentsége a dalai láma mondta. És aki a botiszatva úton jár, előbb-utóbb szívében, magában felfedezi ezt a fogadalmat, és követi is. Tehát ez a családon kívül már a csoport karmájára utal, de ugyanez a családban, amíg akár egyetlen gyermek is születik a családba, és szülessen is, mert ez a természetes a családban, addig segítjük egymást generációról generációra a felébredés útján. És hogyha ezt egy család programul tűzi ki, és gyakorolják is a tiszta tudatot, hát azért van eredmény. Van eredmény. Tudok ilyen családokról beszélni, szerencsére járnak hozzánk, és néha mi is látjuk őket a templomiak, és nagyon nagy haladást lehet elérni, hogyha a család a darmát a kultúrája részévé teszi, és éli a hétköznapi normális életét, de egy sokkal magasabb tudatszinten, sokkal tisztábban. És akkor lehet látni, hogy mennyivel kevesebb kivetítés vagy projekció zúdul egymásra a konyhaasztal fölött egyes vacsorák után, és mennyivel helyesebben lehet együttműködni mennyivel tisztábban lehet élni. Úgyhogy mindez a lehetőségeink közé tartozik, és kérdésedet nem minősítve mondom, hogy ne ellenőrizgessük egymás karmáját, hanem segítsük egymást. A látás nem definíció. Nem definiálom, hogy te honnan jöttél, hányszor voltál már itt, vagy csak először. Ide jöttél, ezt hoztad ide, ez vagy. Ezt kell segíteni egy magasabb tudatszint felé. Köszönöm, Szívesen. Aztán. Többször hallottam már tőled, hogy a gyerek apához és anyához születik. Bizony, ez ami így teljesen van. Teljesen logikus. Ez számunk. ilyen hagyományos nézőpont, de ez így van. Mi a helyzet abban az esetben, hogyha a mozaik családról beszélünk? Tehát a hagyományos, vagy a leggyakoribb az, hogy új apuka kerül a családba. Ilyenkor a, a gyereknek is dolga van. Azzal az új apukával. Egy mozaiknyi Ö. dolga van. Uh -huh. Tehát a vérszerinti apuka elsőségét azt el kell ismerni, és a gyermeknek biztosítani kell a vérszerinti apukához az átjutást, meg a visszajutást, hogyha ugye már kétfészkű családban nevelkedik. Egyébként azt hadd mondjam el, bár már elmondtam egyszer kétszer hogy milyen érdekes lenne, ha nem a gyerek vándorolna, hanem a szülők. És hogyha már annyira szeretjük azt a gyereket, de nem tudunk az apjával vagy az anyjával együtt élni, akkor legyünk annyira emberek, hogy a gyereknek veszünk egy lakást két külön hálószobával, és nem a gyerek vándorol egyik helyről a másikra, a kis iskolatáskájával, szatyorral hetente, két hetente. Mennyi biztonság, mennyi megjósolhatóság, mennyi szeretet van így, nézd meg! mennyivel egészségesebb lenne a gyermek neveltetése akkor, hogyha ezt a fészek üzemmódot egy fészekként, és nem két fészekként tudnánk csinálni. Itt az elsőség joga az megfelelbezhetetlen. Így működünk. Tehát a nap van fölül, és a föld van így alul, ahogy mi ezt látjuk. A vérszerinti szülő az első, a nevelőszülő a második. A vérszerinti testvér az első, a féltestvér vagy fogadott testvér a második. És hogyha a család hierarchia helyes, hogyha titkoktól, torzításoktól, hazugságoktól mentes, akkor a gyerek egészségesen fejlődik. Ha nem, akkor ez a titok, a hazugság, a torzítás megmérgezi a gyermek lelkét. Nagyon nagy a mozaik családokban a nevelőszülők felelőssége, mert a gyermek elképesztően kondicionálható és Kimondhatja azt, hogy a nevelőszüleit jobban szereti már, vagy az egyik nevelőszülőjét, mint a vérszerintit. És ebből gyöngéden, de határozottan ki kell nevelni. Nem célra vezető, nem jó, és nem egészséges, hogyha a gyerek felcseréli a nevelőszülőt a vérszerintivel, mert nem cserélheti fel. Lehetetlen. Csak akarja, de nem tudja végrehajtani. És itt a Vérszerinti szülő óriási felelősséggel tartozik a gyerek felé, hogy az új párját azt ne akarja betenni a vérszerinti helyére. Jó? Nem tudom megállni, hogy ne kérdezzek még egyet, hogy mi van akkor, hogyha nyilván a, a szülő, aki elment, az alapít egy új családot. Ugyanaz visszafelé? Hatalmas bonyodalmakat okoz. Le kell egyszerűsíteni az életet. És a, a vele élő szülő érez nagyobb felelősséget legalábbis úgy. Ha ez így van, akkor is a két mozaik család az járjon össze azoknak, akiknek kell, még akkor is, ha ez rövid ideig tart, és tudjátok, hogy csak a gyerek kedvéért jártok össze. Az apa és az anya az akkor is úgy van, ha már nem férj és feleség. És ezt a két szerepet külön kell tudni választani intelligensen, együttérzően, kellő állóképességgel és bölcsességgel, hogy a gyermek egészségesen fejlődjön. Abban a pillanatban, hogy az a lélek megváltotta a mozi jegyet ebbe a színházba, a szülőknek tudniuk kell, hogy már nem ők a fontosak, hanem az a magzat, aki ott fejlődik belőle, és egyszer csak kijön, üvöltés, nyisz, és utána elindul az életbe. Úgyhogy innentől kezdve a szülőknek az egészséges Önzetlenedés vagy éntelenedés útján felül kell tudni írniuk a saját véleményüket. Ez a gyakorlat. A gyerek rútul megbosszulja. A pszichoszomatikus betegségektől kezdve a komplexusokig nem sorolom. Rengeteg. Ha jól csináljátok, a gyerek egészséges, ha rosszul csináljátok, a gyerek beteg. Mintázatokat követünk, ezt, ezt hangzott el. Milyen mintázatok vannak? Hát, amilyet szeretsz, először olyan van, aztán a fonákján olyan, amit nem szeretsz. Hát az ember nagyon érdekes lény, mert ilyen boldogságkereső, meg szenvedéskerülő lény, és először csak azt látja meg, amit szeret. Hát nézd meg a gyereket. Tehát pillanatok alatt elmondok egy példát. Van egy konyhamesterünk. Önnek is van egy ilyen mozaik családja, és néha a kislánya, Lili, öt éves, eljön. És Lili az egész templom teljes tagságát fél órán belül a szeretetskálán belőtte, hogy kitől mennyi szeretetet jelenlített, odafordulást, foglalkozást, hintáztatást, tögönyözést, odaford és egyebet kaphat, és tökéletesen játszik a hangszeren. Tehát a klán, vagy a nagy család, az elképesztő jó a gyereknek. Nagyon fontos az, hogy a gyerek tudja, hogy kihez tartozik, de néha ez fel tud lazulni, és oda tud menni egy csomó egyéb szülőhöz, vagy virtuális szülőhöz, így. Tehát a mintázatok, és nem az identitás dönt. De a szülőnek emlékeztetnie kell a gyereket a nap végén, hogy valójában én vagyok az apád, és most volt 20 darab virtuális apád, és 25 darab virtuális anyád, de köszönjük szépen, te most visszajöttél a vérszerinti családodhoz, miután felfrissültél, és mindenki a szeretetében füröztött, mert az a környezet ezt adja. Tehát mintázatokat követünk, és a gyerek nagyon jó példa erre, és a mintázatokat kellő tisztelettel, együttérzéssel és bölcsességgel kell kezelni. Ezt hívják karma jogának. A karma teremtése, megtartása, a tisztítása, egy szóval uralása. Tehát lehet ezt buddhistául is mondani, meg nyugati pszichológiai terminusokkal is, de a mintázatok követése az, az, amit az ember boldogságkeresésben és szenvedéskerülésben végrehajt. Tehát milyen rosszul tud esni egy felnőttnek, hogyha egy gyerek, aki csak úgy megjelenik, mindenki máshoz oda megy, de hozzá nem. Emlékszel ilyenre? ne neked az rosszul. A gyerek nem kompatibilis veled, és ő ezt érzi. Ne akarját szeretetet koldulni tőle. Érted? Majd lesz egy olyan gyerek, aki ösztönösen így, mint a kis cirkálórakéta 800 km oda rohan hozzád, és ki se tudott szedni a karjaidból, mert pontosan olyan mintázatod van, amit ő szeret. És egész addig, amíg az elme közben nem szól, amíg fő nem nő, ugye, és elkezd az agya beledumálni, addig ezek a mintázatok tökéletesen működnek benne. Úgyhogy igen, mintakövető lények vagyunk, mert szeretetkereső és szenvedéskerülő lények vagyunk, és az összes ember ebből a szempontból tökéletesen így megjósolható. Hogy ezt milyen mintázatok alapján teszi, az már egyéni, páros, család és csoportos karma függvénye. Ha a mintázatokra címkét ragasztunk, na abból lesz az identitás, és ezzel sincsen semmi baj. De attól, hogy te megváltoztatod a nevedet, mint ember, ugyanolyan maradsz. Érted? Tehát a mintázataid ugyanolyanok maradnak, de a hozzátartozó címke, mondjuk Gyulából lesz János. Lényegileg nem változtál, csak szemét kellett cserélni. Ezért mondom azt, hogy tessék nagyon figyelni a tüposzt, a veretet, a mintázatot, vagy az arché típust belül a tudattalanodban régi karma. Vagy uralkodó karma, árkhoz és typosz együtt uralkodó karma. Ez, ami benned uralkodik. Ez az arhetipikus valóságod. Igen, mint a követő lények vagyunk, mert karmával bírunk, és ez a karma nem jó, nem rossz, de működik. Elég erősen működik. Minél jobban látod, annál jobban működtetheted, eldöntheted, hogy milyen karmát teremtesz, miért tartasz meg, és miért számolsz fel tudatosságunk mértékében tehetjük ezt. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Nagyon gyakran előfordul velem így a, az életem során már nem először, hogy túlvállalom magam. És rengeteg feladatom lesz, egyszer csak, és csak azt veszem észre, hogy, hogy kezdek összeroppanni alatta. Összeroppanni? Igen. Te még nem roppantál össze egyszer se. Olyan, hogy, hogy elfáradtál, egy kicsit olyan volt. Össze... Na, az később lesz. Amikor úgy érzed, hogy nem tudsz fölkelni a földről, mert valaki annyira összetört a szívedet, vagy annyira túlvállaltad magad, hogy semmire, senkire nincs időd, akkor kicsit kicsúszott a gyeplő a kezedbe. Szóval a nagy még előtted vannak, de már most nem korai a fontossági sorrendet elég jó megállapítani, mi a fontos, ki a fontos. Tehát nem minden feladat egyenlő, és nem minden ember egyenlő számodra vannak fontosabb emberek, kevésbé fontosak. Fontos feladatok, azokat először. Kevésbé fontosak, azokat később vagy soha. Tehát ha mindent egyenlőnek szeretnél beállítani, káosz van, három másodpercen belül. Hogyha egy nagyon egészséges hierarchiába rendezed a kapcsolataidat, az életedet, a teendőidet, akkor le tud egyszerűsödni, és le tud tisztulni. Akkor nem érzed azt, hogy túlvállalod magad, csak gyorsan csinálod a feladatokat de minőségben és odafigyeléssel. Jó, tehát akkor, akkor nem mindig az a megoldás, hogy akkor lejebb faragok belőlük, csak összerendezem, hogy mi az, amit előbb csinálok meg, és mi az, amire már nem jut időm. Igen. Ahogy mondod. Jó. Köszönöm. Szívesen. Csak csináljad. Ne sokat gondolkozzál róla, lásd, hogy mi a fontos. Lásd, érezd, hogy ki a fontos. Ha túl sokat gondolkozol róla, akkor az levesz a tett erődből. A megkülönböztetés, a helyes megkülönböztetés fontos, a kételkedés nem. Rendben, köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Az lenne a kérdésem, hogyha a fontos az, hogy az, ittben, az itt és mostban éljünk, akkor hol van a szerepe a családállításnak, a jósoknak, az asztrológiának, a pszichoterápiának, tehát hogy ez egy feneketlen kútnak tűnik. Az is, és nem is szeretnék beleesni. Uh -huh. Én egy egyszerű zen tanító vagyok, én ezekhez nem értek, amikhez kérdeztél. A zennél egy mondattal szeretném ezt uh, vázolni. Gyémáncutra a múltra, jelenre és jövőre tagolt tudat, vagy szétesett tudat nem érheti el a felébredést. Hogyha ezt visszafordítod, akkor azt is érzed és látod, hogy ebben a pillanatban összpontosul a múlt, a jelen és a jövő összes karmája. Tehát az itt és most, ahogy azt a New Age nagyon-nagyon lebutította, az nem egy ilyen semleges, kilúgozott jelen, ahol nem lehet múltad vagy jövőt. meg kötelező jelleggel. csak az itt és a most, hát ezért gondolkodjunk már el egy kicsikét, hogy tisztábban. Tehát egy ilyen hogyha megfordítod logikailag, visszafelé olvasod az egyenletet, akkor ez így hangzik. A múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. Na, így már egy kicsit kezelhetőbb. Az, hogy valakik leírják a múlt vagy a jövő bizonyos karmáját, az nem jelenti azt, hogy megtanítanak téged uralkodni fölötte, vagy teremteni azt, vagy eltörölni azt. Ezért, hogyha ezek a jelzőrendszerek, amiket említettél, determinisztikusak, akkor hamis identitást fogadtatnak el veled. És magadra veszed ezt a karmát, és azonosulsz vele, és azért hamis, mert eredetileg azt te nem akartad, és az nem te vagy. Arra kell csak vigyázni, hogy a leíró rendszereket ne helyettesítsük be a tudatátali teremtést tanító tanok helyére. Ez még alliterált is. Következő kérdés. Tessék itt két fogalmat szeretném, hogyha te értelmezésedben elmondanád, az alkotást, meg a teremtést. Mert ugye ez a két kifejezés, vagy két szó, nagyon gyakran előfordul egyéb ezoterikus dolgokban, és az alkotást emelik ki a teremtést. Én a budapesti utca neveket szeretném segítségül hívni. Van alkotás utca, de nincs teremtés utca. Tehát a teremtés az egy sokkal, de sokkal nagyobb volumenű dolog, és ezt általában nyugaton Isten kezében szokás tenni, és a teremtés az ugye minden. Tehát minden Isten teremtménye, és mindenki. Tehát ez egy hatalmas metafizikus, elképesztően súlyos kategória. Az alkotás? Hát az a művészeké. Ugye? Meg a mesterembereké. Megalkotta a művét. Persze megteremtetted, az már jóval magasabb szintű jelentés. Nem, hogyha az alkotás bármi módon a teremtés alatt lenne. De az alkotás, ez egy földi dolog, annak tárgya van. Annak műve van. A teremtés, az egy ilyen univerzális valami, aminek része az alkotás, de hát nem csak ez. Hát nem mondjuk az hogy megalkottuk a sziklát, vagy megalkottuk a fát. Az is valahol egy teremtett dolog. Megesett velem egy alkalommal, hogy egy hirtelen pillanatban úgy éreztem, hogy elvesztettem a jövőt és a múltat. Tokkal, vonóval. A jelent nem? Nem. Akkor még mindig maradt valami, azt is el kéne veszíteni. Aha, ez, ez ak akkor erre nem tudtam koncentrálni. Viszont ebben az állapotomban, most már úgy apostrofálnám, hogy valami felébredési állapot lehetett, ebben az állapotomban egy idő múlva elvesztettem a felelősséget. Nem éreztem felelősnek magam semmiért, mert annyira a jelenben éreztem magam és ennek elég ö, erős következményei voltak az akkori életemben. Rosszul csináltam volna valamit? Igen. Ez a Schufni Tuning minősített esete. Tehát itt te magadon dolgoztál valamilyen távoli tanítás, esetleg távoli tanító felhasználásával, de hogy ezt nem közösségben és nem élő darma szerint csináltad, az biztos, mert akkor ez nem jön össze így. Így volt. Ugye. Tehát itt az történt, hogy a csináld magad mozgalomnak egy ilyen szabadság, nélküli átmeneti állapotába kerültél, amikor az elme működését úgy függesztetted föl, hogy vele kidobtad az ok és okozat látását is. És ezt a világ nagyon gyorsan behajtja rajtad, hogy te azt hiszed, hogy hogy, oszt közbe, de hogy. Tehát nyugaton a szabadság és felelősség fogalma még mindig kínosan ritkán találkozik. Tehát azt hallod, hogy olyan szabadságot akarnak emberek elérni, ahol ők mentesek minden felelősségtől. Hát kérem szépen, ez az infantilis mennyországnak a teljes csődje. Ez nem megy. Hogyha felnőtt módon gyakorlom a szabadságot, akkor egyre több felelősséged van, és hogyha jól vállalsz felelősséget, egyre szabadabbnak érzed magad. Ezt ne nekem hidd el. Ezt a saját tapasztalatodnak hidd el, aki három gyereket fölnevel, aki kutyát tart, állatot tart, rengeteg projektet megvalósít, aki alkot és teremt, fantasztikus mennyiségű felelősséget vállal, és közben a kreativitásában teljesen szabadnak érzi magát, és a felelősség vállalásában teljesen szabadnak érzi magát. Tehát amikor valamilyen módon te a kognitív elmeműködést felfüggeszted, és a megkülönböztető gondolkodást felfüggeszted, és a múlt és a jövő nem számít, mert a tárháztudatnak az összes impulzusát felfüggeszted, az még önmagában nem jelent semmit. Tehát, hogyha nincs mellette egy olyan tanító és tanítás az ilyen gyakorlat mellett, és egy olyan szanga, egy olyan csoport, amik az irányvételedet állandóan tisztán tarthatná, akkor ezek a gyakorlatok, ezek a tapasztalatok, ezek jó esetben pipa, és elmentek, elmúltak. Ha nem, akkor a működésképtelenségükben valameddig maradnak. Ekkor az ember fel is megy, uram, bocsá, rossz irányba ment. Helytelenül gyakorolt. És ezek a tapasztalatok aztán kellő alázatra és szerénységre tanítják, hogy bizony szükség van egy élő hagyományra, egy tanítóra, akiben megbízol, egy tanra, amit megtanulsz és követsz, és egy tanítványi közösségre, akikkel együtt gyakorolsz. Tehát a három menedék, a buddha, a dharma és a szanga, az nem egy ortodox, ázsiai, üres és működésképtelen tanítás. Ez szervesen része a működésünknek. És hogyha ez nincs meg, nem tudunk haladni az úton. A legnagyobbaknak is voltak tanítóik. A legnagyobbak is követtek valamilyen tant. Az, hogy később hogyan haladták meg, ez egy más kérdés és a legnagyobbak is gyakoroltak csoportban, akár úgy, hogy tanítványok rövidebb-hosszabb ideig, és tanítók rövidebb-hosszabb ideig. A tanító is integrálódik a csoportba megfelelő helyen. Tehát a buddha, dharma, szanga, a tanító, tanítás és tanítványi közösség, hölgyeim és uraim, a legfontosabb egy hagyományban. És ezen az alapon lehet helyesen működni és haladni az úton ha nem, úgy félre lehet csúszni, hogy a faladja a másikat duplán. Úgyhogy örülök a tapasztalásodnak, és kívánom, hogy találd meg a helyes utat a hagyományban, valamelyik hagyományban, ahol a meghaladó bölcsességet gyakorolva túl tudsz jutni ezeken az állapotokon. Köszönöm szépen. Szívesen. Nagyon elfoglalt vagyok, sok dolgot vállalok. Hát mint a lányod, hát hihetetlen vagy. Bori, kitől tanultad ezt? Micsoda mintákat követsz? Ha! Az az alai dombság. Tessék, igen. Tehát igyekszünk gyakorolni, és igyekszünk teljesíteni a sok önként vállalt feladatainkat. Nem ragaszkodás -e ez a feladathoz. Nem. Ugyanis önként vállaltad. Itt van a kulcs. Önként vállalod, megoldod, nagyrészt másokért teszed, ezért találsz benne örömet. Az önközpontú tevékenység olyan gyorsan letargiába, depresszióba és unalomba tud folyni, hogy ez hihetetlen. Önként vállalt feladat, másokért elvégezve, és jön a következő. Honnan tudod, hogy jól csináltad, több energiád van. Ennyi. Pihenni azt néha kell. De utána tett erő, megint, mert motivált. Motivált az eredmény. Motivált az erőfeszítés. És innentől kezdve, mint hogyha ilyen örökmozgóra kötnék, nagyon helyes vállald is ezeket a feladatokat. Nagyon jó. Köszönöm. Szívesen. Korábban már említetted egy kérdésnél, vagy hát válaszoltál, hogy milyen energiák működnek most jelenleg a világban. Én mondtam a Húha. Energiák. Ja, Igen? hogy a tudatok szét vannak szóródva. Igen? Bizonyám. Elég. Mi a, tanácsod? a tanácsod? Vagy nem, mi a zen tanácsa? A zen tanácsa, az milyen Igen. ilyen hosszú, szakálló szerzetesek, hogy fülnek a zen tanácskára. Gyakorolj! Főként akkor, amikor a szabad akaratunkat is korlátozva látom. Igen, hát ezt jól látod, mert az emberek azt hiszik, hogy a szabad akaratukat ilyen tízezer irányba, hogyha így kiterjesztik, nagyjából a vágyenergiákkal azonos módon, akkor azzal elérnek valamit, nem, egyre bonyolultabb körforgásokba megyünk bele, és egyre keményebb szamszárikus tapasztalatunk van. Magyarul a hiába valóság. Tehát a keringéssel nincs baj, a hiába valósággal van a baj. Ha ez a pillanat tiszta, minden tiszta. Ha ez a pillanat nem tiszta, semmi sem tiszta. Tehát innen tudod, hogy a tudat egy entrópiában van, és feloszlik, és a múlt, jelen, jövő, képzett világ, rossz, jó és egyéb pengéjén teljesen darabokra szabdalta magát, vagy pedig itt van egyben, jelen van, tud figyelni, tud tükrözni, tud elsajátítani, tud adni és kapni, mert a jelenlétéből következik mindez. Az összeszedettségéből következik mindez. A tisztaságából, az erejéből következik mindez. Ezért érdemes gyakorolni, hölgyeim és uraim, a helyes meditációt. Mert azzal ez az elképesztő szétszórtság megállítható. Megszüntethető. A tudat megtisztítható. Az elme tevékenységétől függetleníthető, mint amikor a tükrödet lepucolod, mert annyi minden ragadt már rája. Tehát nagyon fontos, hogy valamilyen tudat tisztító gyakorlatot végezzünk, mert ha nem, akkor a képernyőtől kezdve a különböző egyéb vágytárgyakig szétszór a jelenségvilág. Ha te belőle szellemileg nem vagy erősebb, akkor ne várd azt, hogy bárki és bármi összetart kívülről. Nem ez jellemző mostanában. Az jellemző, hogy a figyelmedet, érzékelésedet, elmeműködésedet darabokra szedik. Darabokra azért, hogy minél kisebb darabokban létezzél, és minél jobban lehessen uralkodni ezen a szétszórtságon. És ha te nem ezt akarod, akkor tessék szíves a saját tudatminőségeden emelni, a saját összeszedettségeden emelni. A saját jelenlétedet megtisztítani és a tudatodat megerősíteni, akármit dobnak a tükörre, nem törik össze, nem reped meg, nem hullámosodik, nem pattan le róla semmi, és nem ragad rá az, amit oda dobtak. Néznek, hogy tudatilag hányszor elkövetjük ezt a hibát. Az összeset, amit most mondtam. Tehát kívánom azt, hogy mindannyian kövessük a teljes felébredés útját, ahol megerősödik a tudatunk, elnyerjük szellemi autonómiánkat, ezáltal buddha természetünket teljesen realizáljuk. Tisztán halljuk a harang hangját. Tisztán érezzük egymás jelenlétét. Tisztán ismerik fel a helyzetet, a kapcsolatunkat és az együttműködésünket, ezáltal a megvilágosodás ösvényén járunk, és segítünk másoknak és magunknak egyaránt. Köszönöm a figyelmet!